Csak úgy, mint nyáron, a téli felkészülés kezdetén is a Nyírbátor ellen játszott első edzőmeccsét a Nyíregyháza Spartacus. A vezetést sós révén a vendégek szerezték meg, a hazaiak rezes góljával egyenlítettek a második félidőben, a győztes találat pedig Pöröskei nevéhez fűződik. A szurkolók egyelőre nem láthattak új mezőnyjátékost a Spariban. Nem lesz túl nagy fluktuáció, de két-három emberre mindenképpen számítok. Az látszott már, hogy volt két játékos a kapuban, aki talán ismeretlen számunk a nyíregyházi közönség számára. A Kurucz Péter személye szerintem a jövő, hiszen egy nagyon-nagyon tehetséges srácról van szó, aki az elmúlt időszakban sajnos egy nehezebb periódusban volt, hiszen volt két térdműtétje. Hál' Istennek, hogy nézke térde, az jó, és öcsire ugyan számítunk maximálisan a továbbiakban is, de talán ő már apám, mint a Péter, az talán már a jövő. Ő várat még játékosokat, Szécsi Márkkal a klub megállapodott, ő hétfőtől teljes menszélességével fog készülni, illetve még két minőségi embert szeretek mindenképpen a védelembe, illetve a támadó szekcióba is igazolni. A nyírbátori csapatot immár nem megbízott, hanem teljes jogú edzőként irányította az első félidőben pályára is lépő Ambrusz Árpád. Az NB3 utolsó helyén álló bátoriak mindenképpen szeretnék megerősíteni a csapatot. A téli szünetben nem könnyű igazolni, hiszen mindenkinek szerződése van. Ennek ellenére mindenképpen célunk az, hogy kellőképpen megerősítsük a csapatot. Mindenképpen és minden áron bent szeretnénk maradni ebbe az osztályba. Vannak távozóink, Ráti Gergő és Pál Völgyi Balázs, és vannak érkezőink, Lakatos László és Vámos Márk személyében. Ezen kívül még szeretnénk 3-4 olyan embert igazolni, akik egyértelmű erősítést jelentenek a csapatunknak. A Nyíregyháza Spartacus legközelebb szombaton lép pályára, akkor a Sényűvel játszanak az örökösföldi pályán Törtejék. A Nyírbátor a héten nem játszik edzőmeccset, a jövő héten viszont szerdán a Nyírgyulajt fogadják, szombaton pedig Kisvárdára látogatnak Ambruszék.